Tegnap este 8 óra tájékán rendkívül súlyos baleset történt a fogaskerekű vonalán. Hozzáteszem, rögtön egyedülálló a fogaskerekű történetében. Ketten életüket vesztették, négyen súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg. Mi történt? A fogaskerekű vasút Széchenyi-hegyi végállomásáról elindult egy szerelvény, szabályosan megállt két megállóba, Szabadsághegyi megállóba utoljára, ezt követően Városkút, Gyöngyvirág utca, Erdeiskola megállóhelyeken szemtanúk elmondása szerint szerelvény nem tudott megállni. Az Esze Tamás iskola megállónál ütközött a felfele haladó szerelvénnyel. Itt halt meg a két motorvezető. Az ütközés követően a szerelvény szétszakadt. Az Orgonás megállónál a lefelé haladó kocsik közül egyik kisiklott, két kocsi itt maradt, a harmadik kocsi pedig leszaladt Városmajor végállomásra. Ott az ott álló tartalékszerelvénynek ütközött. Tudják-e már, hogy mi lehet a baleset oka? Annyit a tanúk elmondása szerint tudunk, hogy a két járművezető mindent megtett annak érdekében, hogy ne következzen ilyen esemény.